Románia és Magyarország viszonyát, valamint az erdélyi magyar kisebbség helyzetét is megvizsgálták a magyar állandó értekezleten. Kelemen Hunor az RMDL szövetségi elnöke elmondta, számba vettek minden fejleményt, ami a legutóbbi máért óta eltelt évben bekövetkezett. A máért ülésén elhangzott, elfogadhatatlan az a román sajtóban tetten érhető törekvés, hogy a kézdivásárhelyi merénylet gyanúból kiindulva az egész erdélyi magyarságot megbélyegezzék. Kelemen Hunor szerint feladatuk az utóbbi év bukaresti kormányzása idején megromlott román-magyar viszony javítása. Ami a két ország viszonyának a rendezését, a feszültségnek az enyhítését illeti, én magam ezt kértem Dacsán Csoros miniszterelnöktől, amikor találkoztunk a beiktatása előtti napokban több alkalommal. Ezt a javaslatomat megfogalmaztam az államfőnek is, amikor Kotocsonyban voltunk néhány héttel ezelőtt, és én azt gondolom, hogy ebből az irányba fog kelleni lépni mindenkinek, aki abban érdekelt, hogy Románia és Magyarország között ne legyen egy feszült viszony. Az RMDS szövetségi elnöke hozzátette, várhatóan hamarosan megtörténnek az első lépések, egy külügyminiszteri találkozó belátható időn belül létrejöhet, és jó irányba mozdíthatja el a viszonyt. Hangsúlyozta, Romániának a többi közép-kelet-európai államhoz hasonló kihívásokkal kell szembenéznie, és nem érdeke, hogy a visegrádi négyekhez vagy más volt kelet-európai kommunista államokhoz képest más utat járjon.